Az új tanév kezdetével reggelente találkozhatnak majd a szülők és a diákok rendőrökkel a forgalmas csomópontokon és az iskolák környékén. A tanulók védelmében reggelente egy-egy rendőr fogja segíteni a közlekedést, mely az autósok számára is segítséget jelent majd. Szeptember 1-ével megindul immár hagyományos módszerrel az általános iskolákban, illetve a középiskolákban az oktatás. Korábbi évekhez hasonlóan szeptember hónapban az iskola kezdése és az iskola befejezése során kiemelt csomópontoknál rendőri jelenlétet biztosítunk, ahol segítjük a közlekedésben résztvevőket, illetve a polgárőrség segítségét is kértük. Vannak olyan kereszteződések, ahol polgárőrök fogják segíteni a gyerekeket a kereszteződésben történő áthaladás során. Emellett a szülők figyelmét a következőkre hívja fel a Sátrajúhelyi Rendőrkapitányság. Fontos felhívni a figyelmet a szülők részéről, hogy a gyerekeket, amikor iskolába szállítják, lehetőség szerint parkolóhelyeken rakják ki, illetve közlekedésük során természetesen a gyerekeket biztonsági övvel rögzítsék, illetve amennyiben még a megfelelő magasságot nem érték el gyermekbiztonsági rendszerben. Fokozottan figyeljenek oda a gépkocsi vezetők az iskolák környékén, mert az elmúlt években ugye az oktatás változása miatt, online képzés miatt iskolák környékén nagyobb gyerekforgalomra nem lehetett számolni, de ez most szeptember 1-től meg fog emelkedni, úgyhogy mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen az általános iskolák környékén. A következő területeken találkozhatnak majd a közlekedők a rendőrség munkatársaival. Sátoraljaújhelyben az Esze Tamás utcán, illetve a Petőfi általános iskola előtt, illetve a Deák úton a Kazinci általános iskola előtt fogunk segítséget nyújtani. A belvárosban, ahol nagyobb kereszteződések vannak, a Rákóczi út, Kazinci út kereszteződésénél, illetve a Posta köz Kazinci út kereszteződésénél fogunk rendőri jelenlétet biztosítani. Polgárőrök a Vasvári Pál út, a Rákóczi út kereszteződésénél, illetve a köztársaság út Rákóczi kereszteződésénél fognak segíteni. A rendőrség több éve segít be az iskolakezdés időszakában a közlekedők számára. Ez a közbiztonság és a gyermekek védelme miatt szükséges. Ezzel el tudják kerülni az esetleges baleseteket.